Magyar Péter pártja a Tisztelet és Szabadság párt a legnépszerűbb az ellenzéki oldalon, derült ki a Medián április végi közvélemény kutatásából, amely a HVG 360 számára készült. A felmérés szerint a Tisza a biztos szavazók között 24%-on áll, a legnépszerűbb továbbra is a Fidesz-KDNP 46%-kal. A DK szerint az ellenzéki oldalon visszaszorult a második helyre, az 5%-os küszöböt a két farkú kutyapárt és a Momentum lépné még át a Tisza párt, magyar pártja az megy előre, mint egy mint a rakéta. A Medián legújabb közvélemény kutatását értékelte így a Republikon Alapítvány kuratóriumi elnöke. Az április végén felvett adatokból az látszik, hogy a biztos pártválasztók között immár a második legnépszerűbb a tisztelet és szabadságpárt, mint egy 15 ot verve a demokratikus koalícióra. A Fidesz KDMP tartja vezető helyét 46%-kal, míg az 5%-os küszöböt rajtuk kívül a kutyapárt és a momentum éri el. Az elemző szerint az eredményekből az látszik, hogy a Fidesz választási kampánya megakadályozta a párt kegyelmi ügy óta tartó népszerűségvesztését, az ellenzéki oldalon pedig átrendeződés zajlik. Jelentős mértékben aktivizálja a szavazókat Magyar Péter megjelenése, és elsősorban az ellenzéki szavazókat aktivizálja. Tehát ez adott esetben egy választási szituációban jelentheti azt, hogy nagyon komolyan a Fidesz számára is érzékelhető problémákat okoz az, hogy jóval több ellenzéki szavazó megy el, akiknek egy jó része a, 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 a magyarféle TISZA pártra szavaz. A kutatás az európai parlamenti lista vezetőket is mérte. szerint a legtöbben, 43 nyian Magyar Pétert látnák fontos politikai szerepben, a legismertebb politikus pedig Dobrev Klára. Viszont népszerűségben a negyedik helyre szorult a DK árnyék kormányának vezetője, négy ponttal lemaradva Márkizai Péter és nyolccal a Fidesz lista vezetője Dajcs Tamás mögött irreleváns, hogy most a listavezetőknek milyen a társadalmi megítélése, vagy akár a szimpátia index a különféle kutatásokban. A 21. század intézet vezető elemzője szerint a pártszimpátia sokkal fontosabb lesz az EP voksoláson, mint a listán szereplő jelölteké. Deák Dániel rámutatott arra, hogy a Fidesz fő kampányarca Orbán Viktor, holott a miniszterelnök értelemszerűen nem indul az önkormányzati és EP választásokon. Az elemző úgy véli, az eltérő kampánystratégia az oka annak, hogy míg Magyar Péter heti bontásban közli, mely városokba látogat el, addig a miniszterelnök ezt rendszerint nem teszi meg. A Fidesz számára az a fő szempont és az a kampánystratégia jelek szerint, hogy a már meglévő Fidesz szavazótábort mozgósítsa és vigyel az urnákhoz. Magyar Péter esetében viszont azt látjuk, hogy neki az a célja, hogy más pártoktól szerezzen meg szavazókat, ezért teljesen más kampánystratégiát is kell vinnie. Kedden délután a Nemzeti Választási Iroda honlapján megjelent a Tisza párt listája is, vagyis a fidesz KDMP és a Mi Hazánk után immár Magyar Péter pártja is leadta a kellő számú ajánlást az európai parlamenti választásokra.